Útmenti kőkereszt emlékeztet a több mint 800 éves magyar-horvát barátságra Dombóvár szőlőhegytől nem messze. A közös történelem Könyves Kálmán uralkodása idején kezdődött. Ő volt az első uralkodó, aki egyszerre lehetett Magyarország és Horvátország királya is. Az útmenti keresztet Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségű önkormányzata, a Dombóvári állítatta. A megszentelésre és az átadásra hétvégén a helyi Szent Anna búcsú részeként került sor. Miután ezt a lehetőséggel éltünk és elkészült, úgy gondoltuk, ezt összekapcsoljuk a Szent Anna ünneppel, élvezve azt a lehetőséget, hogy ismét lehet rendezvényeket szervezni, ismét összejöhetünk, és mivel a Szent Anna búcsúnak a fizikai előkészületeiben már régóta, évek óta benne vagyunk, így úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép ünnep lenne, hogy a kereszt felavatása a szőlőhegyi Szent Anna búcsú napján történne meg. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a kereszt olyan egyetemleges szimbólum, ami a magyar és a horvát nép történelmét is alapvetően határozta meg. Ez a kereszt nem csak a közös együttérésre emlékeztet bennünket, hanem itt az út szélén figyelmeztet a közlekedés biztonságra, illetve arra, hogy mindenkit hazavárnak, és próbáljunk odafigyelni egymásra, ne csak a mindennapi életben, hanem a közlekedés során is. A kőkereszt felállítását a miniszterelnökség egyházi és civil ügyekért felelős államtitkársága 1 millió forinttal támogatta.